Köszöntöm Önöket, ez a Tónusok, a Pécs TV kulturális magazinja. Véget ért a nyári szünet, ebben a hónapban már újra jelentkezünk kulturális magazinunkkal. Már is készültünk Önöknek néhány érdekességgel, tartsanak velünk! Első pillantásra egy homlokzaton hagyott festékminta, egy letépett plakát lenyomata, vagy egy házfalból kilógó kábel. Mindez fotókon megörökítve azonban önálló művészeti alkotásokat hoz létre, és így teljesen új jelentést tulajdonít a városi környezet vizuális jelenségeinek Szombati Bálint. Az Újvidéki Művész Városjelek című kiállítása a Pécsi Galériában várja az érdeklődőket. Szombati Bálint évtizedek óta meghatározó alakja a magyar művészetnek. Az újvidéki Pacséron született, Szabadkán érettségizett, és 2000 óta él Magyarországon. A városi környezetben alkotó névtelen művészek munkáit egyfajta nyelvi játékként értelmezi. Ezek a nagyméretű vászonképek első pillantásra absztrakt festménynek tűnnek, és bizonyos szempontból azok is. Házak homlokzatára festett minták voltak egy alapos tatarozás előtt, amelyek csupán néhány napig voltak láthatóak, és többek közt épp a pillanat múlóval. Varázsa keltette fel a művész figyelmét. Elsősorban nem lehet messziről megállapítani, hogy festmények vagy digitális nyomatok. Az, hogy digitális nyomatok, az csak akkor válik már teljesen bizonyossá, amikor közelebb megyünk a képekhez. Sétálva az utcán vettem észre, hogy a házfalakon ilyen mozaikszerű színkompozíciók jelennek meg. És akkor én korábban még nem ismertem ezeket, nem láttam, nem tudtam, hogy mik. És akkor ott mondta valaki, hogy ezekből a színmintákból választják ki azt a 2-3 árnyalatot, amivel majd átfestik az egész homlokzatot. Ez 81-ben volt, de már később jutott eszembe, hogy beszkennelem őket, ezeket a színes kis diapozitívokat, és kinagyítom őket vászonra. Ugye így jöttek létre ezek a nagy vászonképek. Alkotásainak témái talált témák, általában ismeretlenek művei, akik majdnem minden esetben művészeti indítatás nélkül hozzák létre e képi jelenségeket vagy formákat, amelyek Szombati Bálint által környezetükből kiemelve végül műalkotásokká válnak. Amikor én fotózok, akkor már eleve ugye kivágok egy nézetet a valóságból. Ez lehet bármilyen téma nyilvánvaló. Tehát már akkor egy többet jelentőséget tulajdonítok neki. Aztán, amikor még ezt átviszem esetleg fotópapírra, vagy digitális vászonra, és beviszem egy galériába, akkor pedig a művészet szintjére emelem. Sokszor elmegyünk ezek mellett a vizuális jelenségek mellett az utcán, nem veszük észre bennük az esztétikai minőséget. És viszont így már a galériában, már azt hiszem, hogy az utca embere is másképp tekintene ezekre a dolgokra. Remélem, hogy ez a fajta belső felfedezés a közönség körében meg fog történni. 1971 óta gyűjti ezeket a városjeleket, Szabadkától kezdve Budapesten át egészen Varsóig és Lisszabonig. Minden városban talált valamit, ami számára egyfajta sajátos mondanivalóval, művészi többletjelentéssel bírt. Az egyik legtöbbet fotózott témája ezek az elektromos kábelek, legelső ilyen fotói Újvidéken készültek. Én sohasem festettem, tehát olyan képzőművész vagyok. Tehát nagyon ritka vagyok ilyen értelemben, de szobrokat se készítettem. Viszont ezeket a talált vizuális jelenségeket tekintem a saját festményeimnek, a kábeleket pedig a saját szobraimnak. Ezek úgy szintén néhány napig létező jelenségek a városi élettérben. Ugye a 71-ben kezdték el szintén Újvidéken a háromfázisú áramokat bevezetni az épületekbe. Azt hiszem, hogy nem kell különösebben magyaráznom, hogy mint forma is nagyon szép, és különösen, hogyha rávetül még a napfény, akkor még az árnyék is kivetül a falra, és még kap akkor ezzel egy dimenziót. Ez a szobrászati forma. A kiállítás anyagának jelentős része vetítéseken látható. A letépett plakátok és eltávolított táblák nyomait szintén gyakran fotózza Szombati Bálint.
Ezek a tartalmuktól megfosztott jelek üres geometriai formaként így már egészen másról mesélnek. Amikor eltávolítanak egy táblát a házfalról, legyen az egy házszám, vagy az utca nevét cserélik le, vagy egy cégnek a tábláját, megszűnik a cég, és akkor leszedik a házfalról, ugye? Akkor a helyén marad egy üres nézet, és ez az üres nézet általában láthatóvá teszi azokat a színeket, színárnyalatokat, amivel régebben volt az épület lefestve. És teljesen létrejön itt is egy nagyon érdekes, tehát történetileg nézve is a rétegezettség megjelenik. Tehát visszajön a történelem, hogy 50 évvel vagy 100 évvel ezelőtt milyen színűvel volt lefestve az adott épület. Mindig a nézettel találkozunk, tehát a képi alapforma ugye az a nézet. A festészetben, a grafikában, minden technikában. És ezek a nézetek jelennek meg a falakon is, ott látjuk őket, a nyomokat, viszont nem tudjuk már, hogy ott milyen jelentések voltak. Tehát megmaradnak jelekként, általános jelekként, de a tartalom az pedig eltűnik. Csak találgatni tudjuk, hogy ott milyen tartalom lehetett esetleg. Éves a Magyar Nyelv és Kultúra Nyári Egyetem, a Pécsi Tudományegyetemen. Két évtizeddel ezelőtt három pályakezdő nyelvtanár indított el a programot, amelyen idén már 100 hallgató, 5 nyelvi szinten, 4 héten át tanul magyarul, miközben Pécs és a környék kulturális örökségével is megismerkednek. A Nemzetközi Oktatási Központ akkor a Szántó Kovács János utcában működött, és ott hirdettük meg a nyári egyetemet, ahol 12 diák megjelent, és egy itt áll mellettem. Igen, ott voltam. Ahogy Annával a 10 fiú ment a piacra, éppen az előbb azt elevenítettünk fel, és terítettek meg a kollégiumban terítővel szigorúan, és... Vagy éppen amikor az ebédnél hang... Ez olyan, hát nem hagyományos, de valami slágerzenekar énekelt minden napon. Szerintem egy darab ember egy darab szintetizátorral. Szerintem ketten voltak. Ketten voltak. Arra emlékszel, amikor együtt felgyalogoltunk a tévétoronyhoz? Zsuzsával és a fiúkkal. Gyalog mentünk fel, nem busszal. Felgyalogoltunk a tévétoronyhoz, felmentünk a tévétoronyba és le is jöttünk. Az volt az egyik program. Legkorábbi közös emlékeiket eleveníti fel a Magyar Nyelv és Kultúra Nyári Egyetem két alapító tanára és egyik legelső diákjuk. 20 évvel ezelőtt három frissen végzett nyelvtanár vezetésével indult az a program, amelyen idén már 100 hallgató vesz részt, hogy 5 nyelvi szinten heti 4 héten át tanuljanak magyarul, miközben Pécs városának kulturális örökségét is felfedezik. 20 évvel ezelőtt a kezdők nyugalmával indultunk ebbe bele. Bettivel évfolyamtársak voltunk, együtt jártunk egyetemre, és még egy kolléganőm volt a harmadik, akivel a piacra menet találkoztunk. Ugye te is hungarológiát végeztél. Igen, én is hungarológiát végeztem. Figyelj, nem próbálunk megcsinálni egy nyári egyetemet. És összekapaszkodtunk hárman, és kitaláltuk a tematikát, kitaláltuk a programokat. Belgiumból jövök, de most Norvégiában élek és dolgozom. Akkor szerintem egy Erasmus programra készítettem, és azért a nyári egyetemre jöttem. Visszajöttem, mert főleg felfrissíteni akartam a nyelvet, de egy kicsit nosztalgia biztos is benne van.
Stein háromszor volt itt, ugye első alkalommal a legelső nyári egyetemen, tavaly jött újra vissza, akkor még egy másik épületben laktunk, és az idejében segít nekünk felavatni az új Damjanich úti épületet, hogy itt is jó legyen a nyári egyetem. A módszertani fejlődés az szerintem az egésznek az alapja. Tehát gyakorlatilag az elmúlt 20 évben az volt az állandó hajtóerő, hogy hogyan tudunk módszertanilag hatékonyabbak, időtakarékosabbak lenni, ezért kezdtünk egyébként tananyagfejlesztésbe is, mert azt gondoljuk, hogy a nyelvtanítás során van egy csomó elvesztegetett idő, aminek nem kéne ott lenni, tehát amit meg lehetne spórolni. És a nyári egyetem mindig is egy kiváló műhely volt arra, hogy az agyament és kevésbé agyament ötleteinket kipróbálhassuk. Bizony sok diák segített nekünk abban, hogy tesztelhessük azt az oktatási módszert, amit ma is próbálunk folytatni. Ezt a Zita Szilvia kolléganőmmel találtuk ki a modell alapú oktatást, amit próbálunk minél hatékonyabban a nap 24 órájában lefedve az összes programokat és tananyagokat abban a szellemben véghez vinni, hogy minél többet tudják gyakorolni, minél többet használják a nyelvet. Az idei 20. Magyar Nyelv és Kultúra Nyári Egyetem július 21-én kezdődött, a hallgatók pedig többek közt az Amerikai Egyesült Államokból, Brazíliából, Japánból és Európa számos országából érkeztek Pécsre. Ki a munkájában, ki a magánéletében hasznosítja a tudását, vagy egyszerűen érdeklődik ez iránt a semmi máshoz nem hasonlítható nyelv iránt, amely egyébként minden sztereotípia ellenére a nyári egyetem oktatói szerint korán sem olyan nehéz nyelv. Szerintem nem nehéz, szerintem más. Szerintem az nehéz, hogy lexikailag minden egyes szóért meg kell küzdeni. Nincsen az, hogy saját nyelvcsaládból hozzá tud csatolni valamihez, vagy éppen, hogyha már beszél 3-4 másik nyelvet, ez egyébként tipikus, akkor tud segíteni neki az előző már elsajátított lexikai elemek sokasága. Meg azért nehéz, mert van, vagy azért lehet nehéz, mert van sok szabályunk. Viszont ezek a szabályok annyira szépen egymásra épülnek, és annyira logikusan föl lehet építeni a rendszert, amivel szerintem azért sok nyelv nem büszkélkedhet. Az, hogy nehéz a magyar nyelv, azt leginkább mi magyarok szeretjük mondani, és nem tudjuk, hogy melyik volt előbb. A külföldiek azért reagálnak úgy, hogy nehéz a magyar nyelv, mert mindenkitől azt hallja, ugye milyen nehéz? De általában minden nép Kelet-Európában úgy szokott mondani, hogy a mi nyelvük nagyon nehéz. De szerintem minden nyelvnek egy más logikája van, úgyhogy attól függ, hogy melyik az anyanyelve. Ragozó nyelvű népek szerintem könnyebben megtanulják a magyar pont a logikája miatt, és pont ebben a csoportban volt a héten egy ilyen élmény, hogy B2-es csoport, tehát ő már jól beszélnek magyarul, és ezt a magyar logikát már egy kicsit megtanulták. És mondtam egy szót, tehát megbeszéltük a szót, és akkor utána egyik része, de így is mondhatom, és azt is mondhatom még. Szerintem az egyik legfontosabb az, hogy az artikulációs bázist ne kelljen ott az órán építeni. Azokkal az emberekkel, akiknek olyan anyanyelvi hangzói, vagy teljes hangzókészlet hiányzik az anyanyelvében, sokkal nehezebb dolgozni, mert az első lépés, hogy kialakítsuk azokat az izmokat, amivel ki tudja ejteni azt a szót, és a kiejtés ebből a szempontból a nyelvtanítás teljes időtartamát tekintve nagyon-nagyon lényeges elem. És igen, mondjuk a németnél könnyebb, nagyon sok a hasonló szókép, a finnél, vagy a rokon nyelveknél azért csak segít a nyelvtani hasonlóság. Nehezen fejlődne bármiféle nyelvtudás anélkül, ha azt nem lenne lehetőség élő nyelvi környezetben, a hétköznapokban gyakorolni. A nyári egyetem hallgatóinak erre bőven adódik lehetősége, hiszen számos közösségi programot szerveznek nekik, amelyeken olyan helyi kulturális örökségekkel ismerkednek meg, mint amilyen a Villányi Borvidék, a Siklósi Vár, vagy épp a város történelmi, kultúrtörténeti emlékei, amelyeket a tematikus pécsi sétákon ismerhetnek meg. 2 órája még sétáltunk a városban, és ott gyakoroltuk a várossal kapcsolatos új szavakat, kifejezéseket. Osztálynak már nem volt új, de kezdőkkel azért a szökőkút kifejezést megtanultuk a színház téren, és ragoztuk is, hogy szökőkút, szökőkutak, szökőkutakat. Nagyon aranyosak voltak, és együtt mondták velünk. Az évek óta visszajáró diákok lelkesedése, és persze az újak bizalma és gyarapodó száma is azt mutatja, hogy 20 év alatt sikerült értékes és egyedülálló minőséget létrehoznia a nyári program alapítóinak.
Idén például a leendő brit nagykövet helyettese is Pécsett tanul magyarul. Ma már azért pontosan tudjuk, hogy a diákok, a csoportok, a kurzus melyik időpillanatában mennyire terhelhetők, hogyan tudunk mondjuk bizonyos hullámvölgyeket elkerülni, vagy éppen segíteni nekik azon, hogy túl legyenek. Például a harmadik héten tipikusan van egy ilyen hullámvölgy. És azt gondolom, hogy a programjainkat is egyre, vagy hát azt remélem, hogy a programjainkat is egyre profibban csináljuk, de a szeretet faktor az mindenképpen benne volt, és az egész társaság is nagyon szerette egymást. Ez egy nagyon-nagyon kedves emlék, amit ezektől a nagyon jó fej fiúktól kaptunk a legelső nyári egyetem végén. Mindhárman kaptunk egy ilyen kis kártyát, amit ők írtak, és mellé még egy ajándékot is, és ezen a következő szöveg van. A legvilágjobb magyar tanítóinknak köszönjük egész szívből, és itt jön az, amit nyelvtanból gyakoroltunk. Köszönjük az édesapáink, fiaik és testvéreink, bátyjaink, nagyanyáink, unokatestvéreik és a nagyszüleink és unokáik. Tehát ez az emlék a mai napig megvan mindannyiunknak, Katának is kint van a falon, most vettük ki a képkeretből, nálam is kint van a falon, tehát ezt soha nem fogjuk elfelejteni, az kérlek biztos. Kérlek majd 20 év után is egyet, amit mellé lehet tenni. És igen, ezt az üzenetet egyébként a srácok úgy rakták össze, hogy előtte egy hónappal egy szót nem beszéltek magyarul. A 1949-ben nyitotta meg a kapuit az Állami Bábszínház. A hazai bábtervezés 70 éves történetének állít emléket a Bábtervezés Mesterfokon című kiállítás, amely a nyár folyamán a Bóbita Bábszínházban is megtekinthető. A 1949-ben Magyarországon a teljes színházi világot új struktúra szerint rendezték át. A bábszínházat a színházba járás előszobájának tekintették. Mind a vizuális hatások, mind a darab választás tekintetében igyekeztek hatni a legkisebbekre, vagyis a jövő színházba járó nemzedékére. Bár a kezdeteket még erős szovjet hatás határozta meg, az egyéni alkotói kreativitás, a művészi látásmód később új utat tört magának. Az Állami Bábszínházban gyakran évtizedeken át dolgoztak magas művészi színvonalon a bábtervezők, akiknek munkássága meghatározta az egész színház vizuális világát. A Petőfi Irodalmi Múzeum, Országos Színház Történeti Múzeum és Intézet bábtára, valamint a Budapest Bábszínház közös kiállítása a nyár folyamán a Bóbita Bábszínházban Pécsett is megtekinthető. Most egy nagyon izgalmas és nagyon jelentős kiállítási anyagot hoztak. A volt Állami Bábszínház, most már Budapest Bábszínház néven működő színház történetét tudjuk így bemutatni, és hát mondhatom, hogy a kezdetektől valóban 49-től körülbelül a 80-as évekig láthatók itt bábok, és hát ez gyakorlatilag megmutatja, hogy a háború után hogyan is indult újra a bábművészet Magyarországon. Az Állami Bábszínházban is az alkotókhoz kapcsolhatjuk igazából a korszakukat, hogy mely jeles neves tervező mikor kezdett el dolgozni, mely időszakok voltak a fő korszakai ezeknek az alkotóknak, és hát szerencsére általában több évtizedre nyúlik ez át. A darabválasztás volt mindig az, ami érzékenyen érintette a kor politikáját, és azt mondhatom, hogy a darabválasztásoknál, tehát például amikor nyugat-európai drámákat bábszínpadra lehetett vinni már a 60-as években, vagy akár a 70-es években olyan kísérletező dolgok, amiben már technikai háttér is kellett, tehát árnyjátéknak a fényutcás játék, stb. Tehát ez elsősorban, ami meghatározó, azért véges számú tervező tervezett, és hát közülük is, tehát mondhatom azt, hogy 3-5 olyan tervező volt, akiknek az anyagát itt lehet látni, akik hosszú-hosszú időre meghatározták a bábszínház, az Állami Bábszínház képi világát. Itt
két-három évtizeden keresztül, sőt mondhatom, hogy volt olyan előadás, amit szinte napjainkban is játszottak 30-40 évvel ezelőtti tervezői munka alapján. Tehát óhatatlanul ez a hosszú, és hát a szériákban is, tehát 1000 fölötti előadás számokról beszélünk. Ez meghatározta azt, hogy folyamatosan újabb és újabb generációk agyába égett be ez a képi világ, és hát ami a bábszínházra nagyon jellemző, és hát a legszebb, legizgalmasabb báboknál a stilizációnak a szépsége, az egyéni karakterek megjelenése nagyon különleges és szépé teszi ezeket a bábokat. Nagyszerű kivitelezőkkel dolgozott az Állami Bábszínház, tehát nagyon igényes, nagyon szépen megmunkált bábokat láthatunk itt. Mindez persze arra is rámutat, hogy az elmúlt 70 évben honnan hová jutott el a bábszínház világa hazánkban. Mi volt az előzménye annak a rendkívül sokszínű vizualitásnak, sokoldalú technikai háttérrel támogatva, amely napjaink bábszínházaira jellemző. A vizuális kultúra hihetetlenül megváltozott, tehát olyan hatások érnek, annyira sokszínűvé vált a vizuális kultúra, és hát azt látjuk, hogy tényleg a végtelen számú megoldási lehetőség. Tehát nem tudom azt mondani, hogy most ez lenne jellemző a mai magyar bábművészetre, mert hál' Istennek sok fiatal, tehetséges tervező jelenik meg a bábszínházaknál. És akár például az illusztrátorok, mert erre is van példa, hogy könyvillusztrátorok terveznek bábszínházakba, tehát nagyon sokféle stílus és hatás jelenik meg, és sokféle bábtechnika. Ez volt mára a Tónusok. Köszönöm a figyelmüket, tartsanak velünk jövő héten is, viszontlátásra!